nagyon jó futballozott az ellenfél, igyekeztünk hozzá felzárkózni. Jó gondolom, hogy a másik idő közepétől meg volt ez a ritmus. A párharcokat onnantól kezdve megfelelően tudtuk abszolválni. Ott voltunk, közelebb voltunk az emberekhez, még az első fél elején egy kicsit távolabb voltunk, és nem tudtunk olyan intenzitással beleállni ezekbe a párharcokba, de utána ez megváltozott, és úgy gondolom, hogy a második fél időben teljesen más csapatunk lépett ki a pályára, rendőrtesek voltunk, szép támadásokat vezettünk, és mindenáron megpróbáltunk minél gyorsabban kiegyenlíteni. És én már láttam, hogy ha megvan egyenlítés, akkor lesz esélyünk a mérkőzés megnyerésére, amiben is igazolódott, át tudtuk fordítani a mérkőzést, de nem voltunk elég rutinosak, úgy gondolom, hogy egy ilyen könnyelmű gólt 2-1-es állásnál. Hát nem azt mondom, hogy ajándékoztunk, de nem szabad kapni egy ilyen könnyelmű gólt. Ennek ellenére én úgy gondolom, ismételten a srácok megtettek nagyon sok mindent, nagyon nagyok alattak, küzdöttek, meg voltak a lehetőségeink, több 100%-os zicserünk volt, nem rúgtuk be, ezzel nehéz mit kezdeni, de az biztos, hogy a csapatunk a másik félben mindent megtett a győzelem. Legközelebb bízom benne, hogy plusz 2 ponttal több lesz majd a mérkőzés végén, és tovább sok sikert kívánok a Kalasson Kutyának. Egy kőkemény rangadón vagyunk túl, megmondom őszintén, erre is számítottam. Készültünk a héten a palotásba, de tudtuk, hogy itt van nagyon erősek, a fizikális csapat edzenek is, van elképzelésük, tudják, hogy mit akarnak játszani, de én úgy gondolom, hogy az első fél időben nagyon jól játszottunk, járattuk a labdákat, voltak helyzeteink, gólt rúgtunk, én azt mondom, hogy még rúghatunk volna legalább 2 gólt is, és akkor is nyugodtabban vonulhatunk volna egy fél időre, de ott is átbeszéltük a dolgokat, tudtuk, hogy a palotás jönni fog, mert ugye meg akarják védeni a hazai pályát, ez így is volt, és én azt érzem, hogy erőléti problémáink vannak, mert a második fél időben már nem tudjuk azt nyújtani, mint az elsőbe, ez be is igazolódott most is. Kaptunk 1 gólt, aztán kaptunk még egyet, de a csapat erejét most bizonyítja, hogy vissza tudtunk jönni a meccsbe. Az utóbbi meccseken, amikor vereséget szenvedtünk, amikor már az ellenfél megszerezte a vezetést, már soha nem tudtunk visszajönni. Úgyhogy én ezt nagyon pozitívnak ítélem, és büszke is vagyok a srácokra. Mondtam is, hogy ebből tudunk meríteni itt a bajnokság végére, mert van még egy jó pár meccsünk, ugye a bajnokságban is van még 3, meg 1 vagy 2 kupa mérkőzés. Úgyhogy nehéz a hajrá, de erre lehet alapozni, úgyhogy meg is dicsértem őket. Gratulálok az ellenfélnek is, mert nagyon nagy csata volt. Nekem kemény munka kell még a végére, és akkor jól tudunk zárni.